A hely, ahol minden van, ahol hihetetlen négy kerekűekkel gurigáznak az igazi milliárdosok. Sziasztok! Sziasztok! Itt a Concorde Elegance úgynevezett előnapján vagyunk. Amikor még jönnek be az autók. Itt érkeznek be a Concorde résztvevői. Ezen a kicsi vékony úton, és foglalják el a helyüket a füvön, a golfpálya füvén. Csendesen begurul, és elfoglalja a helyét. Itt néz ki, amikor az utcán megy be egy kiállításra egy autó. Itt néz ki az utcán. Bácsi örül, hogy kicsit brömbögtethet az utcán. Nincs fék, az nem tesz jót, nem a legjobb helyen kell neki lejönnie. Azért ez egy veszélyes mutatvány. Úristen! Fék nélkül, ez nem egyszerű. Jönnek be, ott már bent van egy pár Ferrari. Holnapra ez a fű itt, amit láttok, ez a hatalmas golfpálya, végtelen végig meg fog telni. Bizony, itt a NASCAR-ok még letakarva. Még le vannak takarva. A Concorde Elegance-on részt venni minden autógyűjtő álma. De nagyon kevés kiváltságos jut be ebbe a körbe. Ilyenkor egy napra több milliárd értékben tündökölnek a ritka autók a füvön. Szeretnénk nektek megmutatni a gazdagságnak ezt a különleges szintjét. Tartsatok velünk ezen az egyébként jótékonysági eseményen egészen a kulisszák mögötti készülődéstől a VIP-páholyig. A Concorde Elegance egyébként hihetetlen, hogy már a 17. századból származik, ugyanis annak idején, na ki más, hanem a franciák. Képzeljétek el, amikor Párizsban, ugye a 17. században lovas kocsikkal vonultak. Parádéztak, az nem felvonulás volt, a ronyrázás, parádézás. Gyakorlatilag innét származik a Concorde Elegance, aztán ezt valamikor ugye a 50-es évek elejétől már átvették az autók. Átvették a szerepet teljes mértékben az autók. Itt és ugyan Amerikában ugye a legnagyobb a Pebble Beach-i, de azt követi az ezt Amelia, követi ez ahol most Amelia. Vagyunk, ez a második legnagyobb, ez 96 óta, ez a 27. Concorde Elegance, elég sokon itt voltunk. Hát igen, majdnem a felén itt voltunk. Nincs olyan autó, ami nincs. Azt tudnotok, hogy nem könnyű ide eljutni, hogy valakit egyáltalán bevegyenek a listára. Hát, de menjünk. Így van, részben. Nem szeretnék autókat tipitapizni. Hát nézd, egymást húzzák. Ők a háború előtti hát versenyautók kategóriában, hát hogy is mondjam, mentőexpedíció van. Egy Le Mans-i Bentley húz egy ilyen... Nem tudom, egy Dayton Special. Igen. De nézd, ki volt a sofőrjának az autónak? A Fangio. Juan Fangio. Ja. Tehát azért azt gondolom, hogy itt tényleg olyan csodákat láthatunk, amit sehol máshol a világon. Nézd meg azt a bottélt feneket. Hát ennek is szuper hangja. Nézd meg. Ez nagyon jó. This is a really special ride. Hihetetlen, hogy itt ezen a helyen ilyen előforduló gyerekek, tehát hogy egy sok 10-100 milliós autó vontat egy másikat, az egyik ritkább, mint a másik, tehát egyszerűen eszméletlen. Ugye bejöhetünk mi ide ezen úgynevezett előkészítés napjára, ahol csak hát elsősorban... Tehát most valóban teljesen a kulisszák mögé tudtunk titeket behozni, de azok tényleg nem tudom, hova szaladjak, mert egyszerűen sírvítodnék a gyönyörűségtől. Juan Fangio versenyautója, amit most húztak be, ez is egy csoda lehet. Oké, róla megmondom, hogy egy sportautó, így a takaró alapján. Szerintem NASCAR-ról beszélünk. Ez itt a Ferrari kategória. Bepirosodott a fű egyébként. Igen, amerre nézünk, mindenütt piros Ferrarik. Van. Ugye több mint 20 kategóriában
hirdetnek majd bajnokot itt a konkurzon. És hát a Ferrari-k közül valószínűleg egy piros fog nyerni. Nem gondolod, édesem? Hát ebben majdnem biztos vagyok én is. Arról van szó, hogy a legújabb idők, a 21. század vége, 20-as évek még komolyabb hát formákat és még komolyabb erőket mutatnak föl. De hát sok, egész egyszerűen az ember nem tudja, hogy hova kapja a fejét már most. Hoppá. De úgy látsz, hoppá, és egyszer csak bejön egy, hát szekér, nem is tudom, néhány lemezjátszó keréken. Hát igen, azok burkolatok a kerekén, úgyhogy. Igen, és őt is most mindjárt egy golfautóval viszik el. Nézzétek meg azt a feneket, úristen. Tehát ez ugye a itt fő... mind, ott vontatják a következőt. Igen. Tehát ezeken az autókban ennyi kilométer sem akarnak beletenni, amit itt gurul. Egy 30-as évekbeli Delahaye, ami a francia tervezés, és hát nekem a szívem csücske, én imádtam mindig is, soha nem volt nekem ilyen, de a formája az lenyűgöző. Az én Davis-em, az én háromkerekük is édeseim, nekik is külön kategóriát szenteltek az idén. A mai nap azért is érdekesebb, mert holnap ugye ezeket állva, szépen pöffeszkedve, szépen kicsinosítva látjuk. Most meg mozogni látjuk őket. Most itt ennek a sornak itt a 90-es évek sportautói kategóriájában vagyunk. Adják. Ez egy 99-es Diablo. Lamborghini Diablo. A versenyautó kategória gyűlik a legjobban, hogy úgy mondjam. De most valahogy azok jönnek, azok jöttek, egymás igen. Után. Nagyon kemény hangja van. És ugye láttátok, hogy ezt is középen vezetik, tehát nem a McLaren, aki feltalálta a középső ülést, hanem itt van, ez is a sportból, a sportmúltból. Alonso autóját látjuk itt a 24 órás versenyről. Talán emlékeztek rá, hogy kirándult egy kicsit Fernando Alonso ugye a 24 órás versenyre. Mindjárt is adták az autóját. Nincs az óra fönn, orr nélkül olyan furi valahogy. Egy orr nélküli Porsche. Ja. Porsche marad utána. Ja. De nézzek ezt a kereket. Tűves egy kicsit. Hát ez szerintem a Mozaik utcában nem igazán engednék át. Ez is egy Porsche. Az Istennek nem akar beindulni. Egy autó, aki végigcsinálta a mille milliát, annak muszáj összeszednie magát egy versenyre. Összeszedi. Itt azért gond lesz, mert megsérült a farka. Látod, tehát itt a hátsó. Igen, hát ezt ez nyilván a zsűri is észre fogja venni. Akár van. Lehet, hogy a mostani szállításkor, mert egyébként nagyon jó állapotban ez is le fogják még takarni. Nem tudom, milyen fantasztikus. Ez a race cars kategória, háború előtti race cars versenyautó kategóriája. Ez egy Bentley, Le Mani, hölgy is tisztogatja a BMW-t. És ezt az autót Belgiumból hozták. Láttuk az előbb a Ferrari-kat életbe. Így néznek ki, amikor lefekszenek aluszikálni. Ez a sok-sok Ferrari. Holnapig mindegyik Ferrari arról álmodik, hogy ő fogja a kategóriáját megnyerni. Igen. Szép álmokat, srácok. Jó reggelt, itt vagyunk másnap reggel. Már egészen korát, még a harmat itt van a fűvön. Még azért nagyon harmatosak az autók. Még van a Pagani, még mindig alszik. Nincs kicsomagolva. Glickenhaus. Ispárás. Ó, de micsoda forma. És micsoda szín. Neked nem tetszik ez az aranyszín tűne, vagy egy kicsit soknak érzed? Hát nekem ez nagyon sok, de nézd meg, az ülést, autó maga az gyönyörű. Az ülést, az nagyon-nagyon sok. És az ülés. Is középen van. Úgy látszik, eljött középen. A középen ülők. És most bontódik ki valami. Méghozzá egy Ferrari. Magától Sergio Pininfarinától. Következő Ferrari egyik a másik után, és egyik jobb, mint a másik. De még minden harmatos, úgyhogy minden még zsenge és harmatos. Na nézzük meg az öregeket, menjünk át oda, mert... De ez se semmi, ez a Koenigsegg. Ezt tegnap onnét láttam, hogy egy Koenigsegg van itt, és akkor még le volt takarva. Úgy látom, hogy igazolva vagyok, ez egy Koenigsegg. Ez egy 1968-as Lamborghini Espada Ratta.
Retrode. 68. From Hungary. Love Budapest. Yeah. Hi, Paul Garnett. This is Hilo from Supercar Rooms presenting a very special Lamborghini. It's called the Lamborghini Espada Ratrod. A Lamborghini unokaöccse írt róla. Most éppen azt látjuk egy autónál, ennél a 1911-es Cadillac-nél, hogy éppen a bírák dolgoznak rajta, és nézik, és keresik a hibát, keresik azt a hibát, ami miatt esetleg nem kerülhet be a legjobbak közé, vagy ami miatt esetleg nem kaphat díjat. Itt nyilván ezek az autók a háború előtti 10-es évek autói, és az a kategória, amiben most éppen ezt a kedileket hát vizslatják és faggatják meg, hogy vajon megérdemli-e a fődíjat esetleg, vagy hogy milyen díjat érdemel. Szemre nagyon szépen van restaurálva, tehát azt látom, hogy gyönyörű és alapos a munka. A bírák ezek az öltönyös urak, ők foglalkoznak, beszélgetnek a tulajdonossal, kikérdezik. Ez a Rolls-Royce Silver Ghost kategória, ahogy hát ezek a korai ghostok, és hát ahogy megyünk fölfele, úgy hát megy az idő, és megyünk az első világháborútól a második világháború irányába. Nézzétek meg, milyen szerszámkészletet. És hát mennyire más világ ma már, hogy egy ilyen kurblis autó előtt egy QR kód van. Igen, amiről leolvasható. Thank you. Yes. Thank you so much. Tündét mindig megdicsérik. Engem sajnos nem, pedig én is igyekszem jól normálisan felöltözni. Így nézek ki. Csinos vagy, nagyon csinos. Így nézek ki, vagy. És mindig a tündét dicsérik meg. Elnézést. Na, hát a testről, a női testről térünk vissza a Rolls-Royce Silver Ghostok irányába. Ez a Silver Ghost is, aminek ez a fajtaja van, ez igazán zseniális. Innéttől fa. Nagyon fölkelti az ember érdeklődését. Amint látom, ő már itt az idei évben kapott egy díjat. Tehát ő már jól érezheti magát. De hát ez egy bóttél, gyönyörű fa a hátulja. Olyan az embernek az érzése, mintha egy csónakba ülne. De hát még talán annál is szebb. Nézzétek meg ezt a gyönyörű ládát. Ugye itt minden saját korának megfelelően van felújítva. Arra itt a zsűri nagyon figyel. És itt mindjárt elérkeztünk a Duisihoz. Az autók háború előtti királyához, a Duisenbergekhez, amiről hát ugye tudni kell, hogy mindössze körülbelül 400, hát megközelítőleg. 380, van, aki azt mondja, hogy 400 darab van összesen. Megközelítőleg 400 darab van, Duisenberg van a világon. Igaz, hogy ebből 4 darab Jay Leno tulajdonában éppen bírálnak egy viszonylag, azt gondolom, hogy eredeti állapotú Duisenberget. Ennek is nagyon szép a bőre. Ez is nagyon eredeti állapot. Nézzétek meg, milyen gyönyörű a bőre. Gyönyörű. A zsűri tagja éppen, ezek a texasi kalapos urak éppen találtak valamit benne ebbe a Duisenberg cabrióba. De hát itt akár merre nézünk, ezek mind duizik. Duizi hátám. A Duisenberg gyárról tudni kell azt, hogy ugye, mint a nevéből is fakad, hát német tulajdonosai voltak. 1913-ban vándorolt be ez a két német srác, akik megalapították a Duisenberg gyárat, és hát nagyon a pénzhez nem értettek, az az igazság, viszont szerelni nagyon tudtak, és hát hamar tönkre is mentek, de amíg ők vezették a gyárat, addig is elég sok szép eredményt ért el a gyár, mert különböző gyorsasági versenyeken indították az autójukat, az Indikáron is jó helyezést értek el, úgyhogy végül is aztán ez az autó később az igazi luxus képviselte, és hogy az ára is meglátszott, hiszen akkor is már 6500 dollár volt egy Duisenberg, ami eszméletlen nagy pénz volt a század elején.
Ez egy 1929-es E355-ös, de ha már itt állunk, akkor hadd mondjam el azt, hogy ez az autó szuper gyors volt. 350 lóerő volt már akkor, és képzeljétek el, szinte hihetetlen 250 km/h sebességre volt képes a század elején, 1928-ban. Akárhogy veszik, a Duzi nem hiába volt a luxus szimbóluma, Carl Gable, Greta Garbo, az összes nagy hollywoodi sztár ezekkel az autókkal száguldott annak idején, és tényleg száguldoztak. Tehát az autó neve összefort a luxussal. Nem tudtál akkor modernebb és luxust képviselőbb dolgot mondani, mint a Duzi. Gyönyörű egyébként, de elképzelek, amikor 1929-ben mondjuk az út mentén ezekkel a szerszámokkal leszel kénytelen valamit, az ő eredeti szerszámaikkal valamit megoldani hollywoodi sztárként. A J531 az egyik igazi Duesenberg luxus autó, aminek megint csak ez a kis résnyi hát ablakkilátója van, de hát ettől volt igazán sportos, mert kétszemélyes, zseniális. Ez a forma, ez nekem nagyon tetszik, neked. Igen, ezért olyan furcsa, hogy tudtak a fiúk egy ilyen vállalkozást, aki ennyire luxus és sportautót gyártott, csődbe vinni, hiszen végül is a Cord és az Eburn volt, aki kihúzta őket a kaksiból. Azaz, mert eladták, ugye, átvették a céget, de hát az a helyzet, hogy valaki az autóhoz értett, de nem értett a pénzhez. Tehát a Duesenberg fiúk valószínűleg igazán a pénzhez, meg az üzlethez nem értettek, hanem értettek a versenyzéshez, meg a technikához, meg a fejlesztéshez. Hát és ugye, a csodás testekhez. Igen, ennek csodás teste van. Hát nem tudom eldönteni, hogy melyik a kedvencem, de talán ő. Hát amiatt a kis lőrésnyi ablaka miatt talán, nem? Igen. Ez például Illinoisból jött ide ez az autó, tehát ennyire fontos, hogy a világ minden tájáról vannak itt autók. Összesen 225 autó fog versenyezni a fő címekért és az egyéb címekért, de ennyire fontos ez az autó megszállottjainak, akik igazándiból nem a sebesség, hanem a szépség miatt szeretik az autókat. Emlékeztek, tegnap csak ez az egy zöld autó állt itt, ez az Auburn, és ma már nézzétek meg ebbe a kategóriába az amerikai hát 20-as, 30-as évek, ezek 1920-30 a klasszikus amerikai kategóriában mennyi sok autó van, és itt is itt van a zsűri, éppen a tulajdonossal beszélnek, aki elmond mindent az autóról. Nagyon szép. Ha már az előbb a Cordról beszéltünk, akkor itt egy Cord, aki ugye megmentette a Duzit. Illetve megvették. Gyönyörű hát először betársultak, majd megmenték az egészet. Nézzétek meg ezt a lámpát. Nézd meg ennek a lámpának ezt a cseppformáját. Mennyire zseniális. Itt az amerikai klasszikus autók között rendkívül sok különlegeset találhatunk. Kisebb, nagyobb motorral. Ez a sárga is hát nagyon zseniális. Ő egy Hudson. De hát akár ez a Cadillac is, amire ide értünk, az alumínium részkász kategóriában, Porsche. A Porsche-k kategóriájában éppen zsűriznek. Úgy látom, hogy innét indulnak és mennek végig ezeken a Porsche-kon. Hát nehezen tudnék választani. De hát nagyon komolyan át kell gondolni a zsűri tagjainak azt, hogy kit hát díjaznak. Itt várják a tulajdonosok. Ez mind alumínium. Igen, ugye a 32-es tegnap láttuk érkezni. Ő tényleg teljesen nyers alumínium test. Igen. Ez már ugye fel van. Polírozva. De ő, aki tegnap láttunk és hallottunk. Igen. Számomra ő a kedvenc. A nyers, csiszolt alumínium. Látod a szegecselést, a kalapálást rajta. Az igazi nyers autó, az igazi nyers erő. Tündinek ez nagyon tetszik. Én valahogy ezzel szeretem, amikor valami ennyire nyers, ennyire tényleg csak arról szól, hogy az utolsó szegecset látod. Semmi flinc-flan, 718 RSK. Valahogy hozza ez az 50-es évek hát feelingét. A minden a gömbölyén. A versenyautó feelingét. Itt egy 550 Spider, hát 55-ös.
És akkor nézzük meg azokat, akik tegnap a takaró alatt voltak. Az nagyon kíváncsi vagyok, igen. Autókat. Még itt azért egy pár Porsche. Itt ez a szárnyas Porsche, amit már tegnap is láttunk. Amit próbáltak szerelni. És itt van még egy RSK 718-as. Hihetetlen. Együléses, abszolút versenyautó. Ezek azok az autók itt. Rögtön amik, kiderül. Amik tegnap takaró még alatt takaró alatt voltak. Ugye itt van az, amit nem tudtunk megtippelni, de ez az összes versenyautó, ez Dan Gurney, Forma 1-es pilóta által alapított versenyautók gyártására. Eagles, a sasok. Eagles, a sasok, igen. Ők 64-ben alakította ezt a céget. Többek között még Carol Shelby is tagja volt ennek a cégnek, vállalkozásnak. Azt hiszem, két évig 67 és 68-ban még a Forma 1-be is, mint csapat indultak, és ott is hát valamilyen nem jó eredmény, de értek el eredményt. Volt helyezés, tehát annyira helyezés. Nem volt nagy siker, de viszont hát... minden amerikai versenypályán elindultak. Így van, összesen 157 autót gyártottak. Nekik igazán itt az amerikai autó azért jöttek össze, és Shelby is azért társult hozzájuk, hogy valahogy Európába elinduljanak a versenyeken, és bizonyítsák az amerikai autók létjogosultságát, és az autó amerikai versenyautók létjogosultságát. Hát ez egy komoly gyűjtemény, ami itt fönnmaradt belőle. Igen, van itt IndyCar, van itt Formula 500-as, és ugye ez a Forma 1-es versenyautójuk volt. Igen. 1966-ból az IndyCar-on vett részt, tehát komoly a motorja is, hogyha megnézitek ezt a kipufogó tekervényt, ami itt a motor tetejéről elindul, ezek a levegőbeszívók, észvesztő. Nézd meg itt bent ülni, hogy milyen lehet ebben a versenyautóba, itt lent a földön. És hát 66-ban vagyunk. Azért is különös az Eagles csapata, mert mindenféle versenyben nyertek. Nyertek Forma 1-es futamot, nyertek 24 órás versenyt, nyertek a Sebringi 12 órás futamon, nyertek Indy 500-ot. Tehát most gondoljatok bele, hogy egy kis cég, egy kis műhely, aki ennyire a versenyzés megszállottja volt, és képes volt olyan erőket megmozgatni, és olyan autókat gyártani, akik bármilyen körülmények között képesek voltak nyerni. Hiszen a Forma 1-ben nem a hosszú táv számít, viszont a Sebringen és a Daytona 24-en ott egyértelműen a másik oldal a hosszú táv és a megbízhatóság számított. Mennyiben más ez a Eagle autó, ő már 74-es, mennyire sokat változtattak a 60-as évek formáin. Itt lehet a két autó között látni a nagy változást, a 66-os és a 74-es Forma 1-es versenyautó fazonja között. Ez is zseniális, ez a Porsche versenyautó. Ugye ez a Sebringi 12 órás verseny, ez valahogy a Le Mans-hoz hasonlítható Európában. Európában van ilyen 24 órás verseny, az a típus, csak amerikai változatában. Ez egy 6 kilométer hosszú versenypálya, ami itt van nagyon közel hozzánk, egy órás autózásra. Ez is egy Porsche 1985-ös. Hiszen a Porsche 18-szor nyertek. Hát ezért túltengerek itt a kiállításon is a Sebringi autóversenyen, amit egyébként ugye, ahogy az előbb talán mondtam, ennek az autóverseny pályának a 71. évfordulójára hoztak létre. Ez a 68-as Porsche is zseniális fazon, és hihetetlen motor építettek bele. Nézzétek meg ezt a levegőbe ömlő nyílást műgyantából. De még ez is ide tartozik, aminek valahogy egészen más fazont hozna. Nézzétek meg, milyen szép az ülése. Curtis Craft 500-est. 53-as. Hát a Curtis szintén egy amerikai autógyár volt, egy kis familiáris autógyár volt, amit csináltak utcai autókat is, de ez szintén ennek a Sebringi autóversenypályára készült, 12 órás autóversenypályára készült Curtis. Ez egy 1952-es Cunningham, ami szintén egy kis családi manufaktúra terméke a Sebringi autóversenypályára. Ez az autó, azt hiszem, hogy úgy tudom, hogy több díjat is elhozott.
Ilyen szép kis Weber karburátorok vannak benne. Igen, de teljesen eredeti állapotában van. Nézd meg a kipufogót. Meg akár az üléseket, és hát látszik, hogy ez nem, nincs agyusztálva, ez úgy néz ki, ahogy 52-ben, és attól ahhoz képest, ahogy ez öregedett. Nézd meg, milyen egyszerű a műszerfala is. De az ülések zseniálisak. Ez a kicsit ilyen farmeres. Itt még nem volt bukótér. Se biztonsági öv. Se biztonsági öv. Se korona. Hát se ilyen izé, ami... Ez még a nyers verseny. Itt a nyers erő. Nézzétek, kilátni az ajtón. Ez meg a NASCAR kategória, itt végestelen végig. Ez például 99-es, tehát tulajdonképpen össze-vissza van a kortól elhelyezve, egy 1970-es Plymouth Superbird. Benéz az ember egy NASCAR autóba is, van egyfajta puritánság, semmi, egy ülés, egy kis különböző pult, és semmi, csak az alváz. $150 egy belépő. Tehát azért ez magyar árakhoz képest, azért azt gondolom 50 000 forint környéki árat kifizetni egy belépőért egy napra, az nem kevés. De hát látjátok, milyen sokan kifizetik. E355-ös Duesenberg két díjat is bezsebelt. A saját kategóriájában és a Road Tour kategóriájában. Tényleg rengeteg kategória van. Azt tudnotok kell, hogy az itt lévő autók nevezési díja, az itt lévő emberek belépő díja, az mind jótékonysági célra megy. Több mint $4 millió jótékonysági alap gyűlt össze eddig. Tehát ez itt nem csak a rónyrázásról és nem csak az autók iránti megszállottságról, hanem mindig a jótékonyságról is szól. Ez a E347-es is kapott egy szép díjat. Nem tudom, a Zsibi talán ezek a kisunoka, nehogy lemaradjon, talán ezek a Ferrari-k. Most az Artinek is élőben közvetít mindenről, hiszen ő az új polgár autósorú generáció. Vagy apát esetleg, nem tudom. Ez se nagyon izgalmasnak tűnik. Zsibi virtuálisan beül egy Ferrari-ba, hogy ő is tudja élvezni. Nagyon szépek ezek az autók, és nagyon csodálatosak, és az emberbe fölmerül a gondolat, hogy valóban birtokolni szeretné őket. Valahogy én túlestem már ezen a dolgon, jó pár, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt borzasztó nagy gyűjtő szenvedély voltam, és borzasztóan gyarapítottam a gyűjteményemet. Aztán valahogy megváltozott az életem, és megváltozott az elképzelésem, és a gondolataim inkább afele irányultak, hogy az ember, amit tud, önmagának szerezzen meg örömet, vagy utazzon, vagy hasonló, de nem annyira fontos már számomra a gyűjtés. Persze, hogy szívesen vennék egy ilyet, de nem is tudja az ember igazán kihasználni. Ugyanúgy vagyok, mint a pesményekkel, vagy a műtárgyakkal, hogy annyira nem fontosak a tárgyakhoz való ragaszkodás. Nem fontos annyira a birtoklás. És itt ezek az emberek, akikkel itt találkoztam, valahogy még a régi önmagamat látom, azt, aki hát egy agyon meg akart szerezni dolgokat. Valahogy ez bennem elmúlt, és úgy megkönnyebbültem. Ez egy jó érzés, hogy már úgy érzem én is, hogy más ember vagyok. Már nem annyira fontos az, hogy birtokoljak egy tárgyat, vagy még többet, vagy még egyet. Autókra is, műtárgyakra is ez vonatkozik, és valahogy szabadabb és talán egy kicsit úgy jobb az életem ezáltal, mert másra tudok koncentrálni. Most indulnak a kategória győztesei felvonulni. Ez a Mercury, ő nyerte a saját kategóriáját, a NASCAR kategóriát. Hamarosan viszont látjuk mindezeket az autókat a győztesek körében. Aki nem tud a saját lábán oda menni a zsűri elé, és a felvonulását azt odahúzzák. Itt például fölkeltett a figyelmemet a háború előtti kategóriába, hogy az ember végignézi a háború előtti kategóriát, hogy egész egyszerűen látod a 30-as évek fazonját, és egyszer csak itt van egy Peugeot, ami szintén 37-es, 1937-es, de a formája már nem az a háború előtti kategória, mint amiben besorolták, és egyszerűen kilóg a sorból a formája miatt. Gyönyörű. Ez egyébként nem az a kis Peugeot, amihez ma szoktunk, ez azért még a fénykora a Peugeotnak. Nézd meg itt is a dizájn. De szép a hátulja is. Igazi avantgárd. Úgy hallom, a Porsche, a nyertes Porsche is beindult. Az Art Deco benne van.
Ez egy golfpálya, egy nagy golfpálya, ahol megrendezik ezt a Concours d'Elegance-t, és az ember megnézi a filmet, több ezer ember egész nap taposott rajta, és semmi nyoma, hogy hogy bírja, hogy hogy szeretnék én ilyen fűvet. Mindig a szomszéd fűvel szebb, hát ez gyönyörű. Ez a rengeteg ember döntött a különböző autók sorsáról. Most mutatják be őket. Így vonulnak fel az autók, a győztes autók. Ez a NASCAR kategória. Győztese. 71-es autó nyert, úgyhogy ezzel úgy érzem én is nyertem. Ez itt a győztesek köre. Ez a Ford GT az, ami a Shelby filmben is szerepelt. Ez az, amit ugye a Le Mans-i versenyen, ez az, amit az öreg Ford azt mondta, hogy addig nem nyugszom, amíg nem győzzük le a Ferrarit. Ugye van erről film is, és pénz nem számított semmi, és ez konkrétan az az autó, amelyik a Le Mans-i versenyen indult, és nyert. És nyert is először Amerikának a Le Mans-i versenyen. Itt a következő kategória. Egy Porsche. Talán emlékeztek rá, tegnap önzetlenül mentett és húzott egy másik autót. Persze nem ezért kapta a díjat. Igen, nem ezért kapta a díjat, hanem azért, mert szuperul van a restaurálban, mert szuper alapot van, és szuper kezekbe van, és szuper dolgokat nyert már meg. Tehát ez már nem az első versenye ennek a Bentinek, ennek a Le Mans-i Bentinek, amit hát megnyer is részt vesz. De nézzétek meg ezt a hármast! Igen. Nagyon érdekes, hogy van egy másod. Méltóság teljesen vonulni. Ó, kicsit füstölünk. Kicsit, hát persze. Csinom a füstölt a másik oldali VIP közönségnek. Hát ez a Le Mans-i Bentley megpukkantotta magát. Hát a sebességhez kellett annak idején az is. 35-ös. 35-ös SS Jaguar. Az is nagyon érdekes, ahogy fölsorakoznak, és itt a úgynevezett James Bondos autó mögött a 10-es évek szekere, vagy talán még annál is körülbelül 1904-5-6-os lehet az a mögött a szekere. Milyen furcsa, és mögöttük... Mögöttük pedig egy 907-es vagy 970-es Porsche. A Porsche lesz. Porsche, a GT. A szeme alapján, igen, a Porsche lesz. Ilyen is csak itt lehet így, ilyen is csak itt képzelhető el, hogy egyszerre minden van. 67-es DB5-ös Aston Martin vonul oda a díjáért. Egyik oldalon megy el ez az olasz különlegesség, és itt jön egy... Kvázi egy szekér. Igen, tündeszerint egy szekér. Egy csónakfenekű kis szekér. 1900-es évek eleje. Fantasztikusan néz ki. Class GE. This is the 1967 Gurney Eagle Westlake Mark 1 Formula 1. Itt most az következik, hogy jönnek sorban a győztesek. Mi lassan elköszönünk tőletek. Ennyi volt a mi kis Concours d'Elegance bemutatónk. Remélem, újat tudtuk nektek mutatni, amit nem minden nap láttok. Búcsúzunk innen a győztesek köréből. Reméljük, hogy tényleg át tudtunk valamit adni ennek az egésznek a szellemiségéből. Azt még itt a végén hagyd mondjuk el, hogy rekordösszegű jótékony befizetés történt ezen a mai eseményen, úgyhogy mindenki győzött, az autótulajdonosok is, és azok is, akik majd megkapják támogatást. Igen. Hát ennyi volt ez. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, találkozunk legközelebb. Sziasztok! És írjátok meg, hogy szerintetek ki a Polgármed csatorna győztese. Szóval nektek melyik autó tetszett a legjobban? Puszi!